Akkor nézzük is meg az elektronikai védelmi rendszereket. Az elektronikai jelzőrendszer feladata elektronikus eszközökkel növelni az élőerős, illetve a mechanikai védelem hatékonyságát. Az elektronikus áruvédelem azt jelenti, hogy a védeni kívánt árukat speciális, az adott áruvédelmi technológiának megfelelő elektronikus biztonsági címkékkel látják el amelyek riasztást eredményeznek, amikor az üzlet eladó terének kiáratánál helyezett elektronikus szenzorok érzékelők hatósugarába kerülnek. Feltéve, hogy azokat az áruról nem távolították el, vagy nem deaktiválták, tehát hatastalanították. Az elektronikus áruvédelmi rendszer főbb elemei. Első áruvédelmi kapu. Többféle technológiai létezik, amelyek meghatározzák az adott rendszer működési jelvét és részben a felhasználás lehetőségét is. Rádiófrekvenciás, RF, általában szupermarketek, ruházati boltok, áruházok területén alkalmazható. Elektromágneses, elsősorban könyvtárakban, CD, DVD eszközökben alkalmazzák. Ugye itt látjuk az ilyen elektromágneses érzékelőket. Akusztó, magnetikus, tehát gyakorlatilag bármilyen típusú áruk védelmére alkalmas, alkalmasak. Jelenlegi magas ára miatt elsősorban exkluzív üzletek alkalmazzák. Rádiómágneses RM kifejezetten jól alkalmazható bevásárlóközpontokban, ahol több üzlet található. Biztonsági címkék, etikettek. Alapvető fontosságú a megfelelő minőségű és technikájú címke kiválasztása. A termékek méretétől, anyagminőségétől, a kiárat szélességétől és más biztonsági tényezőktől is függ, melyik a megfelelő technológia. Papírcímkék fő jellemzői Egyszerű felhasználással készülnek, a papírcímkék nyomtathatóak, vonalkód, céglogó, ár, termékméret. Alkalmasak forrás címkézéshez, amikor a címke a gyártás folyamán kerül a termékbe vagy annak csomagolására. Ragasztással vagy más módon például a műanyag vezetékkel rögzítik. Kemény címkék fő jellemzői. Különböző méretben, formában és színben kaphatóak, egy címkék egyedi megrendelés alapján akár színes felirattal láthatóak el, például üzletneve és logója. A védeni kívánt áru a tűvel húzalhurokkal, műanyagszállal, vagy zárgomban rögzítik. Ugye, amit itt látunk. Oldószerek segítségével könnyen és gyorsan eltávolíthatóak, többször felhasználhatóak. Védőtokok Bizonyos termékkörök védelme nem valósítható meg a hagyományos árujel árujelölési módszerekkel. CD, DVD, PC játékok és memóriakártyák. Jellemzői Teljesen átlátszó védőtokba zárt áru kézbe vehető, megvizsgálható, magas árértékarány, könnyű kezelhetőség, integrál beépített elektronikus árujelölő mindhárom technológiához, az AM, RF és az EM. Amit ugye beszéltünk, tehát az OM, magnetikus, az EM meg az elektromágneses. Ugye áruvédelmi rendszer alkalmazható, meg a rádiófrekvenciás. Erős megelőző hatás, közös nyitóberendezés, a legerősebb kivitelű tartós víztiszta, polikarbonát polikorbonát műanyagból, megerősített kettő zárszerkezetek és tengelyek. Tartósan magas fokú esztétikum, kartvédő élek beépítésével. Minden termék újra felhasználható. Kisméretű, zárható nyitóberendezések, sorszámozott kivételben. Ezek a védőtokos dolgok. Ezt itt most a képen jelenleg nem látszik. Hatástalanító eszközök. A címkéket hatástalanítani kell, mielőtt az áruvédelmi kapukhoz érkeznek. A kemény címkéket az oldó szerkezetre helyezve lehet eltávolítani a termékről. Ezek később még felhasználhatók. A papírcímkéket más módszerrel hatástalanítják. A pénztárnál áthaladva egy gumibevonatú eszközre, deaktivátor tekercsre helyezve egyszerűen csak tönkre kell tenni. Ezek a címkék egyszer használhatóak. Etiketrögzítők és etiketleválasztók Az etiketrögzítők a kemény címkéket rögzítik a védeni kívánt áruhoz, az etiketleválasztók pedig az eltávolítást szolgálják. Nézzük is meg akkor az integrált védelmet. Az áru vonalkódjának beolvasásával egy egyidejűleg történik, meg a biztonsági címkék hatástalanítása is. Ezeknél a rendszereknél lehetőség van arra, hogy a biztonsági címkék tartalmazzák a vonalkódot is. Ez azt jelenti, hogy a címke az áru védelmet, a termékazonosítást és az információt egyaránt hordozza. Vannak komplex Integrált rendszer. Rendszerek is, és ugye ezeknek vannak előnyei. Tehát gazdaságos, biztonságos, egyszerű kezelhetőségük van, távjelzések, távlekérdezés, az összes adat elérhető a világ bármely pontjából. Ez ugye a komplex integrált rendszer előnyei voltak. Videó megfigyelő rendszer, tehát itt a kamerákra gondol, a vagyonvédelem hatásos eszközét jelentik a vodi videókamerák, amelyeknek jól látható elhelyezése már önmagukban is visszatartó hatásúak. A kamerák alkalmazása a beláthatatlan területek esetén okoz nehézséget. Bolti lopások. A bolt vagyonvédelme az előbb felsorolt eszközökkel és intézkedésekkel valósulhat, valósulhat meg. A bolti dolgozók alkalmazott ként kötelezettséggel tartoznak a rájuk bízott vagyontárgyakért. Elkövetési kate kategóriák, ugye egyéni és csoportos. Elkövetési módok. Ruhalárájtés, bélelszatyor, több ruhadarab felvétele. Áru másik, áruba rejtése, kocsiba felejtett áru, helyszíni fogyasztás. A bolti lopással gyanúsítható személlyel szembeni fellépésre, az 1959 évi negyedik törvény és is az 1978 évi negyedik törvény alapján az eljárási kódex szerint járunk el. Alapos gyanút követően a kódex alapján járunk el, mai jegyzőkönyvet készít az üzletvezető. Módszerek, melyel megakadályozzuk a bolti lopásokat. Élerős megoldás, tehát biztonsági őr, civil ruhás rendőr, és bolti dolgozó, kamera, rejtett kamera, illetve nyilvános kamera, áruvédelmi rendszer, ugye címke, kapu és tükör. De ezt mindenki láthatja például ezeket, ezek a kis elektromágneses kapukat. Ugye itt látjuk, ami egy rádiófrekvenciás rendszer, az minden kijáratnál és bejáratnál is ott van. Másrészt meg ott vannak a kamerák, meg azok a tükrök. Meg még plusz a biztonsági, meg a bolti dolgozók. Így meg lehet akadályozni sikeresen a bolti lopásokat. És akkor majd a következő fejezetben beszélünk majd az áru mozgatásáról. Addig is további jó tanulást kívánok!